Az 1960-as években még tó volt Ramocsaháza és Laskot között. Az évek során átalakultak a területi adottságok, és mezőgazdasági földek vették át a helyét. A két település bár közel van egymáshoz, ha valaki át akart jutni egyik helyről a másikra, nagy kerülőt kellett tennie. Ha jól számolom, már 80 évvel ezelőtt is óriási probléma volt az, hogy Laskoddal Ramocsaháza 3 kilométer távolságra küszködik, szó szerint küszködik egymástól, és hogyha körbe akarunk menni, akkor egy 20 kilométert kell utazni. Tehát ennek az útnak nagyon nagy jelentősége volt, nem csak mezőgazdászok számára, hanem a lakosság számára is, mert hogy rengeteg családi kapcsolat van, és a rokonság nehezen tudta tartani egymással a kapcsolatot, hiszen akkor, amikor még személyautó nem volt minden családnál, akkor gyakorlatilag kerékpáron, úttalan utakon kellett átjutni egymáshoz. Úgyhogy ez a beruházás hát életbevágó Ramocsaháza és Laskot számára is. A konkrét beruházási folyamat néhány évvel ezelőtt kezdődött, de az út megépítésének gondolata már több évtizeddel ezelőtt megszületett. Most nem mondok nagyot, ha azt mondom, hogy több mint 30 éve volt már erről szó, hogy a kettő község között, úgy mint a más települések között is, már a lehetőségeket akkor is méregettük, próbálgattuk. Ez már akkor akkor még nem is a polgármester hivatal, még akkor tanácselnöki rendszer volt, már akkor is volt róla szó, hogy meg kellene ezt a utat valamilyen formában csinálni. Ezt egy jó pár éve Ragány Róbert, ramocsaházi polgármester kollégámmal beszélgettük, amennyiben lehetőség van, ezt az utat szeretnénk megpályázni, megépíteni, és itt is látszik ennek a jó együttműködése, hogy a két község milyen jó hatékonyan tudott együttműködni. Az együtt gondolkodásnak és működésnek pedig egy, a külterületi helyi közutak fejlesztésére szóló 300 millió forintos nyertes pályázat lett az eredménye. A támogatási intenzitás ennek a jogcímnek az esetében 95%-os, ami azért elég jól jelzi, hogy az Európai Unió és Magyarország kormánya számára is milyen fontos az, hogy a vidéki térségekben is ilyen fontos beruházások megvalósulhassanak. A két település együttműködése azt gondolom, hogy példaértékű, és napjainkban igencsak megbecsülendő. A hiánypótló, régóta vágyott utat a vidékfejlesztési program forrásából és némi önerőből tudták megépíteni. A hivatalos útátadáson az is elhangzott, a térség jól használja ki a támogatási lehetőségeket. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéről, hogyha a pályázatokról beszélünk, akkor mindig ott vagyunk az élbolyba. Tehát ebből a megyéből megy be a legtöbb pályázati igény, ebben a megyébe van nagyon komoly támogatási összeg elnyerve, és úgy gondolom, hogy az útfelújítás az pedig mindig fókuszban volt, és látható az, hogy akár vidékfejlesztési programból, akár magyar falu programból, akár közutas fejlesztésekből, topos fejlesztésekből rengeteg út és útfelület újult meg az utóbbi időben, és ez a folyamat tovább fog folytatódni. A szalagátvágás megtörtént, az útszakaszt átadták a lakosságnak, akik kerékpárral és autóval is használhatják, és a mezőgazdasági gépek is közlekedhetnek rajta. A hivatalos forgalomba helyezési eljárás a jövő héten lesz.